postaje važno mesto muzičkih zbivanja. Razni muzički umetnici dolaze u školu, a muzička škola odgaja mnoge poznate umetnike u ovoj ustanovi. Sada, kada je oživala, oživala je sve oko sebe. Otvorila ulicu, osvežila trg, čak je gradska kuća lepša od uz nju. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket Vajdaság tartományi kormánya és a gazdasági foglalkoztatási és nem egyenjogúsági titkárság nevében. Poštovani dame i gospodo, dozvolite da vas pozdravim u ime pokrajinske vlade, autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Nagyon nagy öröm számomra, hogy volt szabadkai diák és egyetemistaként egy ilyen ünnepi pillanatban lehetek itt önökkel, és egy ilyen szép projekt lezárásakor szólhatok a szabadkaiakhoz. Valóban egy fölemelő és egy szép érzés. Igaz, hogy nem ebben az iskolának voltam a diákja, de akkor is sokat jártam ezeken az utcákon, ezek a házak között, és öröm azt látni, hogy így szépül Szabadka belvárosa. Fölteheti az ember a kérdést, hogy a gazdasági titkárságnak milyen köze lehet a művészetekhez, a zeneiskolához. Hát, hogyha a gazdaság és a nemek egyenjogúsága között találunk kapcsolat, akkor az iskola felújítási projektje és a gazdasági titkárság között is találni fogunk kapcsolat. 2013-ban annak érdekében írtunk ki pályázatot az önkormányzatok számára, hogy a gazdasági életet élénkítsük a helyi önkormányzatokban, annak érdekében, hogy a középületeken olyan felújításokat végezzünk el, ami az energiatakarékosságot ösztönzi, és ezeket a munkálatokat reményeink szerint helyi vállalkozók végezzék el, és ezzel is hozzájáruljunk ahhoz, hogy a helyi vállalkozások helyzete javuljon. Ehhez összesen 30 millió dinárt láttunk elő, rész támogatásként, tehát társítottuk az eszközöket az önkormányzatokkal. Szabadka városa fölismerte a lehetőséget, pályázott, és 2 plusz 2 millió dinárt erre a célra megkapott, hogy a szabadkai zeneiskola ablakai jobb hőszigetelő. És hát ezen kívül sokkal több, sokkal nagyobb összeget csak annyit tudok kívánni a magam és a titkárság nevében, hogy az itt tanuló diákok minél tovább tudják élvezni az épületet, a lehetőségeket, hogy minél több tehetség bontogathassa itt a szárnyakat, és az önkormányzatnak további sikeres munkát kívánok, hogy hasonló szép projekteket tudjanak majd átadni. Lepo je danas biti u Subotici kao bivši učenik i kao bivši student. U ovom svečanom trenutku kad završavamo i predamo ovako lep projekat koji je završen. Istina, nisam bio učenik u ovoj srednjoj školi, ali mnogo puta prošetao ovim ulicama i između ovih zgrada i lepo je vidjeti da se ovako lepo obnavlja centar Subotice i da danas smo dobili još jednu lepu zgradu i koja zgrada je sa turističkog aspekta atraktivna. Možda neko se zapita da li možemo napraviti vezu između privrede i umetnosti muzičke škole. Ja bih odgovorio, ako možemo napraviti vezu između privrede i između ravnopravnosti polova, onda ćemo naći ovu vezu između ovog projekta i našeg sekretarijata. Naime, 2013. godine raspisali smo konkurs u cilju poboljšanja privredne aktivnosti u lokalnim samoupravama, u cilju da u javnim objektima lokalne samouprave izvrše sanaciju u cilju povećanja energetske efikasnosti. U tom cilju smo 30 miliona dinara izdvojili, sufinansirali smo projekte, grad Subotica je prepoznala ovu mogućnost i 2 plus 2 miliona dinara su uspeli da za ovaj projekat dobiju od nas i iz sopstvenih sredstava da angažuju. Naravno, još više sredstava su angažovali iz gradskog budžeta, za šta odajem priznanje i gradonačelniku i gradskoj upravi. Zaista značajan projekat je završen. Ja u moje lično ime i ime sekretarijata mogu samo da poželim da
što duže učenici koriste ovu zgradu, ove mogućnosti, sve više talenata izađu na kapi ovog objekta i želim lokalnoj samoupravi, gradu Subotici, da što više sličnih projekata završe u sljedećem periodu. Jumukatki Ivanuka, tanároknak, az igazgatónak, köszönöm a lehetőséget. Hvala lepo što ste saslušali. Poštovani prisutni, dragi učenici, profesori, poštovana direktorice, vidim ozareno lice direktorice vezano za današnji dan, jer ipak se dočekao i današnji dan da su završeni radovi i možemo svečano predati fasadu muzičke škole ovde u Subotici. Ovo jeste jedan lep izuzetan trenutak i pretpostavljam da su svi i učenici i profesori koji i rade su ponosni na realizaciju ovog projekta. Moram da kažem da se zahvaljujem posebno i pokrajinskom sekretarijatu za privredu da je potpomogla realizaciju ovog projekta. Pokrajina nam u mnogim slučajima izlazi u susret i to je i normalan red stvari da udružujemo sredstva i tamo gde postoji mogućnost da i pokrajinski budžet ili pokrajinski sekretarijat pomognu ovakve projekte koji su korisni za našu zajednicu. A ono što je bitno da je posle, tako da kažem, mnogo godina konačno i spoljašnjost ove zgrade zaista dobio ovaj pravi izgled. Unutrašnjost ove zgrade je mnogo sređenije, s druge strane i taj život koji živi unutrašnjosti ove zgrade jeste primer za ovu Suboticu, pa je red da i spoljašnost bude na neki način primerena. Ono što je što krasi ovu školu, da ova srednja škola je ipak jedna izuzetna srednja škola koja osim nekog znanja koje se tiče osnovnih znanja daje jedno posebno znanje, posebnu kulturu i daje jedan posebni doprinos podizanju kvaliteta i kulturološkog kvaliteta nivoa života i onih ljudi koji žive u ovom gradu i onih koji ovde predaju i naravno i onih učenika koji završavaju u školu. Ova škola nam izuzetno značajna u mnogim segmentima, na mnogim našim kulturnim manifestacijama, a ako ćemo tako, na neki način naša Subotička filharmonija se u najvećem delu naslanja na profesore i na učenike ove škole i u tom smislu nam je značajna. Grad Subotica je izdvojio realno oko 22 miliona dinara za realizaciju ove investicije što se tiče izgradnje fasade. Ja bi se isto tako ovde javno zahvalio i ranijem gradonačelniku gospodinu Modestu Duliću koji isto tako bio prvi koji je pokrenuo ovaj projekat, koji je inicirao realizaciju ovog projekta, a u poslednjih otprilike nepunih godinu dana je naravno novo gradsko rukovodstvo i direkcija za izgradnju grada, Međuopštinski zavod zaštite spomenika kulture koji su pratili realizaciju ovog projekta su zaista to isproveli. Ono što nas čeka, ja sam se već uplašio zbog ovih mikrofona da će biti ponovo da moramo sada i opremu da obnavljamo posle fasade, ali drago mi je da je tu elektrovojna kriva, a ne oprema. Tako da u tom smislu i sledeće godine ćemo još neke stvari da nastavljamo u projektima vezano za sanaciju ili, tako da kažem, pružanje boljih uslova za rad učenika u ovoj školi. I u tom smislu mislim da će posle 2015. godine ipak ova škola iz polja i iznutra zaista izgledati kako treba i da će učenici imati prave uslove, a i narodni profesori za rad i za uspešan razvoj. Svima vama želim naravno mnogo zdravlja, direktorici i profesorima da sa uspehom i sa kvalitetnim radom koriste ovaj objekat, a ja mislim da i ovaj i centar grada, centar Subotice dobio zaista jedan novi, dragu i malo drugačije sad da izgleda centar Subotice nego što je izgledao sa ranijem fasadom i mislim da ćemo u buduće i ove projekte morati nastaviti što se tiče uređenja fasada u centru Subotice. Svako ko prođe ovde sigurno se mnogo bolje osjeća nego što je to bilo ranije. Hvala još jednom i hoće mi šurajem tistelt Jelen Libük Megszeretném köszönni az igazgatónőnek is azt a segítséget, amelyet adott a projektum realizálásra vonatkozóan. Mindenféleképpen meg szeretném köszönni a tartományi gazdasági titkárságnak is, hogy felismerte, hogy szükség van támogatásra, hogy Szabadkán a zeneiskola homlokzatának, illetve a Nyílászárnak a felújítására vonatkozóan. És azt gondolom, hogy egy új
ékszere, vagy egy új gyöngyszemmel egy szabadkának ez az épület. Így felújítva teljesen másképp néz ki, mint az előző időszakban is a város központját is valamilyen formában feldobta a teljesen felújított homlokzat. Én mindenféleképpen ki szeretném emelni, hogy a tartományi titkárságon kívül az önkormányzat kb. 22 millió dinár értékben ruházott be ebbe beruházásba, felújítottuk a tetőtéri ablakokat is, erre külön költségvetési pénzeket választottunk ki, és azt gondolom a következő évben még a belső részben vannak bizonyos felújítási munkák, pár millió dinár értékben azt is elvégezzük, és akkor igazából az az iskola azt gondolom, hogy rendben lesz téve, és méltóképpen tudja ellátni a feladatát úgy a tanárok az oktatást illetően, milyen diákok a tanulást illetően. Ez az iskola egy kiemelt jelentőségű intézmény ennek a városnak, külön kulturális színvonalat biztosítét nyújt a polgárainak, illetve ennek a városnak, és ebből a szempontból az önkormányzat támogatása az nem kétséges. Még egyszer meg szeretném köszönni a tartományi titkárságnak is, meg szeretném köszönni a Városépítési Igazgatóságnak, a Mi Emlékvédelmi Intézetnek azt a munkát, amelyet elvégeztek a felújítás során, a munkák lekövetésére vonatkozóan, és azt gondolom, hogy minden szabadkainak valamilyen formában büszkesége most ez a felújított homlokzat. Köszönöm szépen!